Tán azért értem meg a világrendjét, mert a halottakkal szoros kapcsolatom. Nem pörülök Istennel hangyamódon, kisebb vagyok náluk is, tudom. Jó testvérem, jó barátom, Kassai Lajos mondta volt, hogy ne az őseink útját kövessük, hanem azt, amit ők követtek. Apostoli időket élünk. Tehát az van, hogy menni kellene házról házra. Elmenni egy társaságba, és leülni, és beszélgetni, és talán fölfognak valamit. Talán 4-5 mondat. Ha eljut hozzájuk. Hát az már nagy dolog. Azzal, hogy mindenki kevesli azt, amilyen van, és annál többet akar, többet. És akkor azt mondják, hogy ez erény. Szerintem ez nem erény. Ez a mindig többet. Miből? Tehát ahogy a versben is szól, nem a pénz csak rongy, pillanatnyi hatalom, vagy még annyi se. Hogy vagyok én? Én egyszerűen zseniálisan vagyok. Ember jobban nem lehet, ezt szoktam mindig mondani, még akkor is, ha történetesen nem vagyok annyira jól. Mert egyrészt itt élek az erdő kellős közepén, a madarak között, télen-nyáron, a kutyáim között, a jövendő állataim között, akik most még azért nem jöttek föl, mert még nem épült meg a lakhelyük. Tehát még tartozásaim vannak, filmeket elkészíteni, hangos könyveket elkészíteni, mert azért lássuk be, hogy azért vannak nálam fontosabb emberek, akiket azért meg kell örökíteni. Én a művészvilágot nem szeretném megbántani. Ez a művészvilág, amelyik most jelen pillanatban művészi szinten műveli a nem tudom mit. Drága édesapám egyszer kérdezte tőlem, de valamikor éjjel 2-kor most vagy Oszlóban, vagy Stockholmban voltunk a pályaudvaron éjjel 2-kor, vártuk a vonatot. És elővettem a filmfelvevőt, és megkérdeztem, hogy mit üzensz az otthoniaknak? Azt mondta, csókoltatom őket. Na, tedd már el azt. Te, Mukikám, no, igen. Te benned is megszületett már az alkotói közöny, vagy még csak a nézői? Hát én egyrészt ezt hatalmas mondatnak tartom, de akkor még úgy, de utólag, mert akkor én azt mondtam, én bennem, ne haragudj, még az alkotói
hogy mondjam, az alkotói vágy is nagyon erős, és még a nézői, mert szívesen nézem a kollégáimat. Azóta már megértem, hogy miről érdeklődött akkor, 30 évvel ezelőtt. Ahogy a Csongor mondja, minden országot bejártam, minden messze tartomány, s a dicsőt, az égi szépet semmi földön nem találtam. És most, mint elszakadt levél, kit sodorva hullasz. De tudom, mert háromszor játszottam, negyedszerre a fejedelmet, úgyhogy tudom betéve a darabot. És akkor Fehér Gyuri még itt volt közöttünk, hát ő jóval idősebb volt nálam, és hát nagyon jó barátok voltunk. Ráadásul ő is édesanyámmal egy napon született, tehát ez még nagyobb segítség volt. És akkor Fehér Gyuri azt mondja, te, ha szerzek neked pénzt, mit rendeznél meg? Mondom, ne hülyeskedj, tudsz szerezni pénzt? Persze, aztán megrendezni valamit? Aha, mondom meg, mit? Mondom, a Csongor és Tündét. Micsodát? És ki lenne a Csongor? Mondom, a Besenyei Ferenc. Franci bátyánk. Hát ugye szomszédok voltunk, tehát nekem ő mindig csak Franci bácsi maradt, és hát, én nem tudtam őt. Hát a Franci bácsi, ő igen, ő el tudná játszani a Csongort. Hát ez, hogy ez nagyon merész ötlet. Azt mondja, esküszöm, erre megszerzem a pénzt, és mire megszerezte a pénzt, meghalt. De ugyanígy jártam a Síkferivel. Egy pálos iskola drámából akartam csinálni a refektóriumban, fönt a várban, egy ilyen keresztapás színdarabot. És tényleg adta magát a darab. És mire megvolt a szereposztás, megvolt minden, meghalt a Síkferi. Szóval én ezekkel mindig így jártam, tehát valamitől ezeknek nem kellett akkor megszületniük, vagy azt mondták föntről, hogy állj ki egy magasabb próbát. Az életet elböfölni nem szabad, megúszni nem lehet, mert ténylegesen is fölöslegessé válunk, és értelmesen marad már létezésünknek. Helyesebben már létezésünknek sem. Az anarchia, mikor tetőfokra hágott, szabadosság lengi át a vakvilágot, mikor a kompjúter kereszteket ácsol, a bamba a lúmen és a gyáva bátor, mikor a nagymester kóklereket szentel, s örök dicsőségét féltenie nem kell, eluralnak mindent az oligofrének, aztán tilos lesz mindenféle ének. Amikor a kakas harmadszorra szólna, sarkantyúja nyomán vérfröccsen a porba, napsugaras égen ezüst félhold fénylik, láthatár alja pernyétől sütétlik, hamis messiások gázzal elborítnak, végtelen hordáik villámmal vakítnak, fortyogó völgyekből, tüzes síkságokról, lángoló hegyekről, lávavárosokból menekül az élet, mindent hátrahagyva. Végig söpör rajtunk végítélet napja. Bábkormányok állnak, katonák diktálnak, sebes szörnyetegek pásztázzák az eget. Azután nagy csend lesz, azután nagy rend lesz,
aztán kihűl minden, s megjelenik Isten.